sziasztok! A mai videó témája az a top 5 sárga közepes Nintendo-s játék, amit én játszottam fiatalon. Ezek közül is az ötödik most az egyik kedvelt beat'em up játék, Battle Cards. Annak is azon része, amiben a Double Dragon-os srácok vendégszerepelnek. Ez egy nagyon közkedvelt game volt nálunk a családban. Rengeteget játszottam bátyámmal, meg édesapámmal ezzel a játékkal, imádtuk. Nem is nagyon szaporítanák fölösleges információkra szót, például azt, hogy mikor jelent meg, vagy hogy melyik játékkészítő cég preferálja magáévá, ezt majd beleteszem a leírásba. Én csak gyakorlatilag az élményeimről szeretnék beszélni. Nagyon szeretik ezt a játékot. A három Brekivel, meg a két sráccal. Eszméletlen, pörgős, jó ütemű, jó zenéjű, jó hátterű, tényleg kalandos és változatos pályák voltak. Nagyon jó volt, hogy az mellett, hogy ökröl harc volt a játékban, eszközöket is használhattál, fölvettél vasrudat, vagy éppen a karaktert emelhetted fel és dobhattad arrébb, vagy éppen verhetted a földbe és húghattad el. Nagyon klassz volt. A játék élményt növelte az is, hogy nem konkrétan végig bunyózás volt, mint a megszokott beat'em up játékok többségében voltak olyan pályaszakaszok, mint ahogy a videóban is látszik, hogy egy kis űrhajóval kell legyőzni a nagy űrhajót, vagy éppen egy lebegő jetskivel kell akadályokat átugrálni bizonyos ütemben. Aztán, hogy a pálya végére értél, jött egy boss fight, és a boss fight után mentél a következő részre. Nagyon jó volt, nagyon szerettük. Sárga közepén klasszikus. Aki nem játszott ezzel a Battle Tours játékkal, és van otthon gépe, vagy emulátora, vagy akármi, amivel tud játszani, próbálja ki a sima Battle Tours játékot is, amiben a három Breki vagy és a Battle Tours Double Dragon játékot is nagyon kedvelni fogja. Negyedik, ez szintén egy kedvenc, ez az én személyes kedvencem, a Might the Final Fight. Szintén beat'em up játék, bármi fura. Három sráccal kell végig berekedned magad egy egész városrészen. Nagyon jó kis játék volt, ezt általában egyedül toltam, mert nem szerettem, hogyha valaki mellettem játszott ezzel a játékkal, mert idegesítő volt. De egyedül nagyon komoly fájtokat letoltam benne, nagyon szeretem a három karaktert. Most itt fájtok itten neveket nem tudok mondani, de a videó elnője látok három karakter nevesztünk a három képességre. Nagyon jól emlékszem, hogy a zöld ruhás krapekkal, hogyha ügyes voltál, be tudtál hozni egy ilyen pörgést, amivel végig tudtad zúrni az ellenfeleket. A piros ruhás krapek egy pörgőrúgással tudta akár a fő ellenséget is jó távolra elrúgni, és a fehér ruhás rác az pedig egy ilyen hadoken lövést tudott csinálni, azzal tudta zúrni az ellenfeleket. Élmény volt. A Battle Towers-hoz képest, az előző játékhoz képest ez sokkal könnyebb és gyorsabb játékmenettel rendelkezik, viszont annyiban jobb volt, hogy én szerettem a manga grafikája miatt, meg sok volt benne a bónusz játék, ahol különböző bónuszokat, plusz élet, életfeltöltés, plusz két élet, de ugye a videóban benne is lesz, ahol ugye hordókat kell szétütögetni ezekért. Nagyon szerettem az átvezetőket, és jó volt a zenéje. A zenéje eszméletlen jó volt, nagyon szerettem. Szóval Might the Final Fight. Ebbenek is van játéktermével, között a Super Nintendo kapott egy pár folytatást is, szóval ez egy nagyon jó játék volt Nintendo. Ahogy a Battle Tours and Double Dragon is kapott folytatást SNES-re. Ott is érdemes kipróbálni. Klassz volt, faszolót szerettem. Jól emlékszem, valami lány megmentése volt a cél, de ha rosszul emlékszem, akkor bocsi, de azt hiszem, hogy lányt kellett megmenteni a játék végén.
harmadik, ez egy nagy kedvenc lesz. Ez pedig a Teenage Ninja Tournament Fighter. Az egyetlen NES-re megjelent verekedős Teenage Ninja technőcös játék, ami szerintem eszméletlen király volt. Kiismerem jelenteni, szerintem ez a legfullabb verekedős játék NES-en. Tudom, hogy sokan inkább Street Fighter-t, vagy mit tudom én, mit mondanának ide, de ez a játék, ez pörgős volt, gyors volt, jók voltak a karakterek, ez zúzó kellőképpen kemény volt a játék végén, jó volt az extra fal szétugdosós pálya, nagyon jó voltak az emberi karakterek, Casey Jones is elég komoly kombókat be tudott hozni, zúzó, könnyen beosztható kombóval rendelkezett és nagyon erős karakter volt. Fotfajtot nagyon szerettük, igaz, hogy lassú volt és lomba, de a tűzokádó képessége az kurva jó volt. Csak pozitív, ma tudok ez meg a játék már itt felhozni, mert pörgős volt, gyors volt, jó hátterű volt, jó zenéjű volt és órákra oda tudott szegezni bennünket az egymás elleni harccal. Tényleg nagyon király. A legkirályabb verekedős játék, aki nincs olyan erős elfogultsággal, mint a Street Fighter felé. Nesem, ez nagyon király volt. Sőt, hogyha sárga között neked megvan, őrizgessed, mert ez egy kincs. Második. Na most sokan ismerősnek fogják találni ezt a játékot. Viszont nem Ninja Gaiden néven jelent meg sárga közöttem Ninja Ryukeneden néven futott be, és nem angol verzióval, hanem japánnal. Azért is sokáig nem is találtam meg a neten, de aztán ugye valaki feltöltötte Ninja Ryukeneden néven is. Ezt mondjuk Japánban azt hiszem ezen a néven futott, aztán kapta a Ninja Gaiden nevet. Lényegtelen ismerős mindenkinek a Ninja Gaiden sorozat. Az Xboxos verzió is. De én amikor először találkoztam ezzel a játékkal, el voltam álljóban. Ugye ez a Ninja Gaiden harmadik része. És nagyon szerettem. Annak ellenére, hogy 8-bites konzolom volt, nagyon jók voltak az átvezetői, nagyon jók voltak a zenéi, a játék üteme, a játék nehézsége, ez mind úgy el volt találva, hogy tényleg egyszer-kétszer nagyon komoly dökítőést okozott, hogy egy bizonyos pályaszakaszt nem tudtam átvinni, de küzdöttem vele, és nagyon szerettem, főleg a több szintű főellenség az mindig ott volt, hogy éppen csak kinyírtad az egyik változatát, akkor átalakult, és akkor nagyobbá változott, akkor itt kellett megsebezni, ott kellett megsebezni, eszméletlen volt. Tehát ugye látjátok a képeken is, hogy szintén japán animációs stílusú, manga stílusú átvezetői vannak, és ugye én is ennek is szerelmese vagyok az ilyen stílusú gémeknek, de fiatalon nem ezt fogott meg, hogy akkor fogalmam nem volt arra, hogy mi az, hogy manga, meg mi az, hogy anime, meg stb. Viszont hangulatában első osztály volt. Hát sokótok, mert nem is lesz meglepő, hogy kitraktam az első helyre, mert most következzen az első, ami nem más, mint a Ninja Gaiden 2. Azaz, hogy a Ninja Ryukeden 2. Na, annyiban tér el a 3 a 2-től, hogy a 2 még nehezebb, sokkal összetettebb, őrítően, dühítően, borzasztó egy-két pályaszakasz benne, nagyon be kell tanulni, elsőre végig sem tudom vinni, csak amikor már tudod, hogy itt érdemes felugrani, itt érdemes ezt felvenni,
Na, ott van a klónerd, nagyon jó volt a játékon belül ez a piros ninja klón, ami majd a videóban fel is tűnik. Egyszerűen lemásolja a mozdulataidat, és ha hozzáérnek te nem sebződ, szóval a boss fightoknál ez egy akkora előny volt, hogyha jól használtad, hogy gyakorlatilag neked csak csapkodni kellett egy helyben, a klónod pedig sebezte az ellenfelet. Nagyon jó ki lehetett használni, kurva jók a képességek, hogy lángot tudsz magad köré idézni, lángot tudsz dobni, bumerang dobó csillag, stb. Viszont ahol ad a játék, ott el is vesz, mert egy-két pályaszakaszon hiába volt ott az a jó képesség, ha ugye itt ilyen környezeti hatások is és visszatartottak attól, hogy végig vidd a pályát, fújt a szél, csúszott, besötétedett, nem láttad, hova kell ugrani, stb. Nagyon jó. Szóval nem véletlenül van ez a két ninjás játék az első helyen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és ha akartok még ilyet, akkor dobjatok egy lájkot, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel.